A torontálvásárhelyi pipacsnőegylet sikeresen szerepelt Kishegyesen az 51. nemzetközi kézimunka és gyűjtemény kiállításon. Kovács Ilona, a pipacsnőegylet titkára számolt be a díjakról. Kézimunkákkal készültünk, 12-en vettünk részt, 6 nivódíjas, az első díjas volt 2, és második díjas előtt 4. Kötények azok külön kategóriába osztályozták a kötényeket, azon részt vett 13 tagunk, amiből 8 első díj lett, egy nivódíj, és egy második díj, 3 harmadik díj. Mi jellemző a torontálvásárhelyi hímzésekre, ezekre a kézi munkánkra, amiket magukkal vittek? Mink általában a pipacsosakat vittük, mink vadvirágosakat is, minden fehér hímzést is volt kötőbe, és ez is az is mindenféle volt. Tehát a pipacs, ami dominál. Igen, ami dominál. Tokai Rozália szinte minden évben részt vesz a kiállításon. Egy menyecske kötővel, ami ne felejts mintával van, és egy másik négyszögletes terítő, azon pedig olyan húsvéti motivumok. Van rajta kakas is, tojás is, van szálöltés, van töltés, láncöltés, töltés, nyolcas öltés, hát sokféle kézimunka van, és sokféle öltés technika. Ki szeretette meg önnel a kézimunkázást? Hát, azt veszük, én nagyon-nagyon régen kézimunkázok, volt olyan időszak, hogy hát megszakítottam, nem, a munka végött, meg több okból, de már azt lehet mondani, 5-6 éves korom óta a kötéssel kezdtem elsősorban, arra emlékszök, hogy sálat kezdtem kötni, és kicsiből, és mindig nagyobb lett. Mindig szélesedett. Ez volt az első munkám, erre emlékszök. Lőcsei Sára a nőegyletnek alapítása óta tagja. Kezdettől fogva nagy aktivitással vesz részt a nőegylet életében, szívügyének tekinti közös tevékenységüket. A pipacsnak 40 éve, de kézi munka, amikor megkezdődött, még akkor a községházáról kaptuk, kovértában meghívott, hogy a háború előtt még voltak azok a női áfézsék. És akkor azt mondta Tatár Erzsike néni, hogy most megkezdődik egy női klub. Akkor elmentünk, az 1978-ban kezdődött. Úgyhogy én azóta aktív tagja vagyok. Akkor, mikor jött Nagy Irénke, ahol néni elnöknőnek, akkor kezdődött el a pipacs. Na, annak az alapító tagjában még én ott vagyok a képen is. Onnentúl állandó olyan kézi munkázók. Na, minden, ami járt, kitüntetés, érem, azt mindig kaptam. Most utoljára kaptam ezt az aranyérmet, ezért a kötőért, amiért vartam az unokámnak egy szép kis ruhát, hogyha férfi megy, legyen miben ők fölkontyolják, hogy ez legyen neki a kontyoló ruhája. A torontálvásárhelyi pipacsnőegylet már több mint 40 éve aktívan működik, és tagjai igyekeznek minél több rendezvényt szervezni. Igen, a téldélutánok elindultak az minden héten, hétvégén, ugyan vasárnapokon, attól függ, hogy hol, mikor, hol. És mi készülünk június 18-án egy teadél, az első teadél utánra, és december 3-ára van kitűzve a másik teadél után. Most 13-án a gulásfőző verseny alkalmával a zörtilosi magyar vendégeket várjuk. Reméljük, hogy azokkal is meg lesz a kapcsolatunk. Most mink 24-én megyünk Hódmezővásárhelyre, vagyunk hívva az arató ünnepségükre. Most mink megyünk
oda. Tehát a barátságot, a testvértelepülési kapcsolatot folyamatosan ápolja. 24 éve.